Sziasztok! Ebben a videóban folytatni fogjuk az asztalunknak a finomítását, megszerkesszük a csapolást, a csapnak a helyét, a fakötésben és a lábakban a szükséges módosításokat végre fogjuk hajtani. Mielőtt belekezdenénk a munkába, ellenőrizzük a View menüben, hogy a Component Editnál be van pipálva a Hide Desktop Model és a Hide Similar Component. Válasszunk ki egy fakötés komponest, legyen mondjuk ő, és dupla klik, ilyenkor csak ez a komponens fog a modelltérben megmaradni. A Measure tape-pel jelöljük ki ennek a felületnek a függőleges tengelyét, ezzel az éllel rajzoljuk ezt meg, és fölül fogjunk rá a midpointra. Majd ezt a jelölőt toljuk el jobbra a zöld tengely irányába 0,5 centivel, majd balra toljuk el 0,5 centivel, tehát 1 centi széles lesz a csap, és fölülről is 1 centi hosszon jelöljünk ki guideline-okat. Ezek a vonalak fogják meghatározni a csapunknak a főbb geometriáját, a rectangle tool-lal rajzoljuk is fölül ugye ezeket a guideline-okat, tehát kaptunk egy felületet, amit ki tudunk húzni. De még ezt nem tesszük meg, mert fölül-alul egy ívvel fogjuk lekerekíteni a csapot. Miután megvan 0,5, legyen a magassága. Jó. Jöjjünk ide alulra, és rajzoljunk egy másik ívet. 0,5. Rendben van. A felesleges éleket a radírral tüntessük el, igaz, most ez ki fog vinni egy guideline-t is, de erre nincsen úgyse már szükségünk, ezeket a segédvonalakat is ki tudjuk törölni, és látszik, hogy itt van egy csapunk. Most nincsen más hátra, mint hogy ezt a csapot kell kihúznunk 2 cm hosszon. Jó? 2 cm, el is készültünk. A fakötés másik felére is ki kell alakítanunk ezt a csapot, de nem indulunk a nulláról. Kijelöljük, forgassuk úgy a nézetet, hogy az alapsíkot lássuk, valamint a csapot, és jelöljük ki. Ha minden jól ment, akkor ugye ez az alapsík és a csap lett kijelölve, valamint ezután a mozgatás parancsal mozgassuk el, de közben a Ctrl nyomjuk le, és látszik, hogy így el tudjuk mozgatni ezt a csap részt, és a mozgatásnál figyeljünk arra, hogy az irányunk a vörös tengelye legyen párhuzamos. Tehát on red axis, outside aktív. Klikkeljünk ebbe a pozícióba. Jó? Most egy picit így egy kicsit furcsa a komponensünk, de már is a helyére fogjuk igazítani. Ugye itt is először tükröznünk kell a kijelölt csaprészt, ezért most a jobb klikket nyomjuk meg a kijelölésen, flip along red direction, és ebbe a pillanatban megfordult, most már jó irányba áll a kijelölés, és a mozgatás parancsal illesszük ezt a megfelelő helyre. És ebben a pillanatban elkészült a komponensünk a csapolással. Ugye azért ne beszélünk komponensről, mert nem csak ebben az egy komponensben készítettük el a csapokat, hanem hogyha kilépünk, és a View FaceType-ba kiválasztjuk az X-ét, akkor azt látjuk, hogy bizony mindegyik komponensünknél a csapolás elkészült. Jó, szépen bele lehet kukucskálni, látszik, hogy minden kötés elemnél látható maga a csap. Ugye a csapunk megvan, de még az asztal lábon belül ki kell alakítanunk a csapnak a helyét. Ugye, azt is meg kell terveznünk, kikapcsolom most az XA módot, belemegyünk egy láb komponensbe, és ugye itt kellene a csapnak a helyét kialakítani, körülbelül ezen a felületen. Ehhez kiindulásként menjünk bele ebbe a komponensbe. Jó?
és csak ezt a felületet jelöljük ki. Jó? Dupla klikkel, ugye ne csak a lapot, hanem az élt is jelöljük ki, majd View, helyett az Edit menübe a Copy, tehát a Ctrl-C-vel másoljuk a vágólapra. Ezt megtettük, lépjünk ki a komponensből, most menjünk bele ebbe a láb komponensbe, forgassuk magunk felé ezt a síkot, és Edit, Paste in Place. És ebben a pillanatban beillesztette a SketchUp ezt az alapfelületet a lábunkba. Tehát a csapnak a helye, a hüvely már látható. Azt is megfigyelhetjük, hogy ugye nem tömörteste dolgozik a SketchUp, hanem élekkel és lapokkal építi fel a 3D-s testet, azaz ide be tudunk kukucskálni. Javítjuk ki ezt a kis problémát, úgy tudjuk a legkönnyebben befoltozni, hogy innen, ettől a ponttól eddig húzunk egy egyenest, és ebben a pillanatban befoltozta a SketchUp. Most ezt a felületet, amit megmutatok a push-pull tool-lal, hoppá, nem erre gondoltam, ezt a felületet ki tudjuk húzni, de nem kihúzni kell, hanem be kell tolni, és toljuk be, ne 2 centivel, mert akkor bajosan fog beleférni a 2 centi hosszú csap, hanem a mélysége legalább legyen 2,2 cm. Ezzel el is készült a csapnak a helye. A nem szükséges éleket, azokat ki lehet törölni. Jó, figyeljünk arra, hogy nehogy kivigyünk egy élt, ami nekünk szükséges. Oké, lépjünk ki, és most ezt ismételjük meg ezt a műveletet a másik oldalon. Tehát kijelöljük ezt a felületet az élekkel, Ctrl-C, kilépünk, ebbe a komponensbe belemegyünk, magunk felé forgatjuk, és Edit, Paste in Place, már is megvan a felület lemásolva, rajzolás parancs, befoltozzuk, és a push-pull-lal betoljuk, hoppá, megint csak nem jó felületet fogtam meg, 2,2 centiméterrel, és a nem szükséges éleket itt is a radírral el tudjuk távolítani. Látszik az asztalláb, megpróbálom középre hozni, a két csap helyjel, ahova ugye illeszkedni fog a fa kötés, szépen meg lett tervezve. Lépjünk ki a komponensből, és most megint csak ellenőrizzük le ugye a munkánkat. Itt már látszik, hogy bizony nem mindenhol kellemes a kép, de mindjárt látjuk, hogy FaceTime, X-ray mód, tehát ennél a lábnál, amit szerkesztettünk, maga a csap, és a csapnak a helye találkozik, tehát minden oké. Itt is, ennél a lábnál is minden oké. Hát itt van egy kisebb probléma. Jó, jelöljük ki a komponest, flip along red, már is a helyére került, nagyon jó, itt is akkor kijelöljük, flip along red, és itt is látható, hogy szépen ki tudtuk javítani ezeket a hibákat, tehát a csap helyen helyezkedik el, a hüvelybe van, tehát egy funkcionalitásában teljes értékű asztalt szerkesztettünk ki. Többek között ugye erre is jó az X-ray, tehát bele tudunk tekinteni a modellbe. Most kikapcsolom a FaceStyle X-ray módot. Tulajdonképpen ezzel a videó végéhez is értünk. A következő videóban a színezéssel és a modellünk finomításával fogjuk folytatni, akkor is tartsatok velem!